Felnőttek is, ez az! Felnőttek is, befele! Sziasztok! Kerti partira igyekezünk, nagyon-nagyon jó elfoglaltság a kerti parti, mi legalábbis nagyon szeretjük, ráadásul Judyékhoz megyünk, akiket szintén nagyon szeretünk, de hát ezt már láthattátok számos videóban. Ez a mai parti, ez egy nyárköszöntő parti gyakorlatilag, és Judy kislányának, Majának a névnapja is így egyben, úgyhogy most Maját is köszöntjük, meg a nyarat is köszöntjük, grillezéssel, ugrálóvárral, babgulyással, Mulli, babgulyással, úgyhogy gyerünk, irány a parti. Pattan a buli, már sokan vagyunk. Az nem hátrány. Fú, de jó kinézünk. Készülünk a bulira, sminkelünk. Igen. Nem mintha kellene, mert süt a nap hétágra. Hát meg nagyon jól nézünk. És ez egy kerti parti, tehát ide fölösleges sminkelni, de... Jó, de egy kerti partira is adni kell. Én bevallom, hogy szintén nem akartam sminkelni, de Judy itt sminkelt, és akkor hogy szóval nézett már ki? Igen, tehát nem, mellett engem ne égessék. Hogy itt smink nélkül beállítok egy kerti partira, ahol egyébként ugrálóvárt is van, és én azt szeretném kipróbálni. Mondjuk azt szeretném, mert megértem. Jó, de felnőttek már mehetnek? Mi van, ha kidurran? Hát figyelj, akkor figyelj sokan. Jó, jó, ennyi. Jó, hogy azt nem szeretnék. Na jó, van, csapjunk. Anya, hogy drága lóvé lesz. Én csak egy kávét szerettem volna, ehhez képest eláztattuk a konyhát forró vízzel. De mi a... Orrány száján dől a forró víz. Újra telepítettük a gépet. Hát gyertek, én mondtam, hogy ennyi a megoldás, kapcsolt ki. Felmostunk. A nők. A nők. Írtam, hogy takarítjam a gépet. Mit akartok? És vizes pohárban, tök szép lesz. Jó, az kirekkel. Vizes pohárban. Meg. Igényes, nem? Újra csinálj! Forró! De hogy került? Hát ez az! De miért onnan jött, onnan kell jönnie? Ez van, hogy hozzunk kávéden terül lett volna. Már megjártam volna a benzinkutat, gyerekek, kávéért. Nem jó így, hát nem lehet így visszarakni. Na nézzük akkor, hangolódjunk a bulira. Atya világ, mekkora buli van itt. Hát ez óriási. Nézd már, Moli, ez milyen nagy ez az ugrálóvár. De cuki. Molika, nem akarsz belemenni? Vannak itt nagyobb gyerekek is, tessék. Állati jó. Itt lassan már az egészet befedi a béka. De helyes. És ott üldögél? Vagy nem tudom, mit csinál. Hát szerintem itt nagyon sok béka lesz. Egy, kettő, három, biztos van benne minden. Minden nyár elején. Itt üldögél a brekusz, azon a fehéren. A húsvéti nyúl tojta ezt nekünk. Ezt tojta nekünk a húsvéti nyúl. A medencét még nem üzemelték be Judyék, illetve amennyire tudom, új medence lesz, egy nagyobb ehelyett. Vannak benne lakók is, itt a Brekkencs. Mosolyogjál! Judyék nagyon-nagyon finom babgulyást készítettek, az ilyen bulikon szerintem ez a lehető legjobb étel, és ez a babgulyás különösen finom volt. Az édes burgonya? De ezt mihez készítettétek, szívem? Itt látszik is, hogy mennyi hozzávaló van benne. Rengeteg hús, bab, különböző zöldségek. Ez pedig az egyik kedves barátunk készítette, lecsó. Kolbásszal, virslivel, nagyon-nagyon finom volt. Hát természetesen ezt is ki kellett próbálni. Adri, egy icipicit szedsz nekem. Úristen, mekkora adag ez a babgulyás. De csak nagyon keveset szedjél. Azt a nagy krumplit nem kérem, vagy ez nem krumpli? Csak nagyon picit, Adrika. Jó, így jó lesz. Köszönöm szépen. Hú, de jól néz ki. Szívem, kérsz babgulyást? Nézd, milyen jól néz ki. Zsolti, mikor lesz a Groove House buli? Melyik? Hát az Akvárium klubos, mikor lesz? November 12-től jöttök? November 12, mi mindenképpen ott leszünk, de ti, akik nézitek ezt, ti is gyertek. November 12, Akvárium klub, Groove House buli, óriási nagy buli mindig. Most is az lesz. Melyik MC-ar is a teknő?
óriási buli lesz, igen. Szóval... Jézus, som! Megkóstoljuk a lecsót is, mert nagyon jól néz ki. Itt pedig már készül a Judy által említett grill husi, ami mindig nagy népszerűségnek örvend, ez a vaslap. Ez valami csoda dolog, itt olyan finomra lehet sütni a húst, mint szerintem sehol máshol kerti grillen. Én is nagyon szeretnék ilyet. Na, kipróbáljuk? Aha. Mindenki nagyon jól érzi magát a bulin. Csupa kedves, aranyos, szerethető ember van itt, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Térjünk vissza a grillhúsihoz egy picit. Nagyon-nagyon szeretjük mi is a grillezett húsokat, nagyon egészséges. Napokkal előtte beszoktuk pácolni, így ahogyan Judyék is tették. Itt többféle hús van, csirke, sertés, és a pác is különböző. És ez a vasalós megoldás, ez valami zseniális. Régebben úgy csinálták, hogy forró parazsat tettek a vasalóba, tehát fölülről is sütötték a húst, de ha csak simán a vasalóval nyomjuk a húst, már az is tökéletes, és ez a sercegő hang, amit közben kiad a hús, az valami zseniális, és így lesz nagyon finom, hogy alullal is sütjük, meg felülről is. Van csirke is, meg sertés is. Melyiket szed? Csirke, az pont csirke, amit szed. Én meg a másikat. Aha. Mondjuk egy kicsit kisebbet. Azt. Ez a jó, nem? Amikor a gyerekek itt ugrálnak. Na, megy a táncolás. Azaz, táncolás. Na, próbáld már ki, Molly! Még nem is próbálta. Na, ez a pulcsi, ez jó lesz, nem fagysz meg, gyerek. Vedd már föl, mert nagyon hideg van. Köszönjük, Balázs, köszönjük. Mehet? Uh-huh. Na, mehet. Na, figyelj, de az van, hogy így meglökött. Látod, hogy négyedben van és húzod. Az elektromos roller egy nagyon jó pofa kis találmány, mert mi is kacérkodtunk a gondolattal, hogy szeretnénk egy ilyet, de gondoltuk, mielőtt beruháznánk, nem olcsó darab ugyanis, megnézzük, hogy egyáltalán mi tudunk-e vele menni. Nem megy sehova, ez az én formám. Figyelj! Na, figyelek! Így meghajtod, látod, hogy ha nagyba van, de Marti, száguld bele! Én mikor ráálltam nekem, nem akart megmozdulni. Hm? Ez csak gyerekeket támogat ez a roller. Körülöttem száguldoztak a gyerekek, mindenkinek sikerült, csak nekem nem. Ugyanúgy, mint a sípályán, a 3 éves gyerekeknek is ment már, nekem nem. Csajnos, csak neked nem megy. Hát nekem nem megy. Gyere, Mikike! Azaz!
Na, ez nem a sétáló mód. Kis befele. Bemegyek mindjárt, csak egyszerre egy felnőtt mehet. Ez az! 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 Ez az